Most enzimitalt fogunk készíteni, házilag. Az enzimek nagyon fontos biokatalizátorok a szervezetünkben, a legtöbb kémiai folyamatban szerepük van, és az alternatív gyógyászat az enzimterápiát nagyon hatásosan alkalmazza. Az enzimidal elkészítéséhez biogyümölcsre van szükségünk. Mi még annyit csaltunk, hogy ezzel a folyadékkal, a DXM-nek a Veggie Clean nevű folyadékával megtisztítottuk, tehát ebben mostuk le a gyümölcsöt. Mindenképpen a gyümölcsöt meg kell mosni és meg kell szárítani. Szükségünk van egy légmentesen zárható edényre, ez lehet kerámia, lehet üveg, vagy esetleg rozsdamentes acél. A lényeg az, hogy le tud zárni utána. És amire még szükségünk van, kristálycukor, fehér cukor, barna cukor nem jó, ugyanis nekünk tiszta, teljesen tiszta cukorra van szükségünk, nem szabad, hogy adalékanyagok legyenek benne. A kisebb gyümölcseket akár maggal együtt is bele lehet rakni. Megmutatom, hogy ezt hogy kell készíteni. Ha nagyobb gyümölcsökből készítjük az enzimitalt, mint például ez a varac, akkor érdemes abból a magokat kivenni. Egyrészt kisebb is lesz, jobban el tudjuk helyezni az üvegben, másrészt meg a maga nagyon szükség. A gyümölcsök kiválasztásánál nagyon fontos, hogyha hibás a gyümölcs, egy picit esetleg penészedik, egy egész kis helyen meg van nyomódva, azokat ne használjuk, mert a penész nagy ellensége az enzimitalnak. Nagyon fontos, hogy amikor a végére értünk, akkor az utolsó réteg egy vastagabb cukorréteg legyen, ami teljesen elzárja a gyümölcsöt a levegőtől, különben penészedni fog. Az első üveggel elkészültünk. Utána semmi más nem kell tenni, ezt egy nyugodt helyre kell berakni a spájzba, és két hétig így hagyni. Az ozmotikus nyomás miatt a folyadék a gyümölcsből bele fog szivárogni a cukorba. Két hét után ezt a folyadékot leöntjük a gyümölcsről, és a gyümölcsből utána lekvárt főzhetünk, ami nem olyan finom, mint az a lekvár, amit a nagymama készített teljesen friss gyümölcsből, viszont a fermentáció miatt nagyon egészséges. Két hét elteltével körülbelül így néz ki az enzimita. A gyümölcsből a nedvességet magába szívta a cukor. Az a cukorrész, ami alul van, azt nem fontos felkavarnunk, mert egyszerűen a folyadék nem veszi föl már ezt a cukrot. Itt két lehetőségünk van, a gyümölcsöt benne is hagyhatjuk, mert ez már innentől kezdve tartósítva van, vagy ki is vehetjük belőle a gyümölcsöt. Én a következőt fogom választani, ki fogom venni a gyümölcsöt. Tehát végeztünk is vele. Itt van a leendő enzimita. Ezt legalább 3 hónapig be kell tenni a spájzba, és egy nyugodt helyen nem szabad nagyon mozgatni. Ezt ott kell hagyni, hogy érjen. A 3 hónap elteltével legalább 200 különböző enzim képződik benne. Természetesen ez alatt a 3 hónap alatt gázok képződnek benne, ezt időnként ki kell engedni. Az elején sűrűbben érdemes megnyitni ezt a kupakot, később már nem fontos olyan sűrű, mert nem képződik annyi. Ezt meg kell tenni vele. Utána, amikor a 3 hónap letelt, onnantól kezdve naponta ebből a folyadékból 30 ml-t meg kellene inni. Nagyon jót tesz az egészségnek, ahogy azt már a videó elején elmondtam. Hogyha valakinek nincsen türelme, hogy 3 hónapot várjon, vagy nem akar ezzel pepecselni, meg szeretném bemutatni az enzimitaloknak a Rolls-Royce-át, ez a Cordypine, ami ananászból készül, de ez nem csak enzimital, hanem ebben benne van egy Cordyceps sinensis nevű gombának a kivonata is. Ebben a videóban, ami most itt megjelent, megtudhatsz többet a Cordyceps sinensisről. Ez valóban a létező legjobb enzimital, ami kapható. Mindenkinek jó egészséget kívánok!